Cukorbeteg gyerekek játszanak a Humán Med Alapítvány közösségi háza melletti parkban. Magyarországon mintegy 1,2 millió cukorbeteg ember él, ezért is tartotta fontosnak a közmédia, hogy a Jónak Lenni Jó kampánya során befolyt összegből a korban szenvedő gyermekeket támogassa, mondta el a nyíregyházi táborosztatást bemutató sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. A szakértői számítások, becslések szerint hazánkban több mint 3000 egyes típusú cukorbetegségben szenvedő gyermek, illetve kisgyermek él. Köszönet a támogatóknak és az adományozóknak, egyéneknek, közösségeknek, cégeknek, társaságoknak, mert több mint 130 millió forintot sikerült összegyűjteni erre a célra. És hogy érdekességeket mondjak, például Lionel Messi is felajánlotta a mezét azért, hogy tudja segíteni a magyar cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását. 11 szakmai civil szervezet országosan több mint 18 helyszínen 400 gyermeket táboroztat ingyenesen a befolyt összegből. A sajtótájékoztatón elhangzott, a cukorbeteg gyermekek szoros felügyelet alatt speciális körülmények között tölthetik együtt az idejüket, és alakíthatnak ki kapcsolatot hasonló betegségben élőkkel. Nagyon örülök, hogy ez itt Nyíregyházán meg is elindult. Azért is, mert az önkormányzat is rengeteget fordít arra, hogy a kötelező feladatokon kívül önként vállalt feladatokat a szociális egészségügyi rendszerben biztosítson minden nyíregyházinak, és ez van egy támogatási rendszer is. Évente 25 millió forintot pályáztatunk civil szervezeteknek, mert nagyon sok program civil szervezetekkel együtt valósul meg. Kovács Ferenc hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat több mint 2000 gyermek táborosztatását oldja meg minden évben, melyre egy 20 milliós keretösszeget biztosít a pályázók számára.